van a Lucia? Mit csinálsz itt? Minek bujkálsz? Kijöttem a szobámból. Nem akartam felébreszteni anyámat, és azt sem akarom, hogy lássa, hogy sírok. Elég neki az a kétségbeesés, hogy megloptak minket. Mindent elvittek tőlünk, Maribel, az összes pénzünket. Na és te csak ezért itatod az egereket? Nem, dehogy is nem, nem. Nagyon sajnálom, hogy elvesztettem a karláncomat. De nem is ezek miatt vagyok így kiborulva, Maribel. Hanem Santiago miatt, igaz? Azért sírsz, mert elutazott. Jaj, ne sírj már, majd visszajön. Nem. Fogalmat sincs, hogy mi történt. El se tudod képzelni, miért ment el. Elvégre, ha nem meséled el, honnan tudnék bármit is? Elment, hogy megkeresse a feleségét. Hogy? Micsoda? Azt mondod, hogy Santiago nős ember? Ebben a pillanatban is ott van vele, én pedig bele sem merek gondolni abba, hogy Santiago mit érezhetett, amikor meglátta őt ennyi év után. Ajaj. Santiago 3 éve nem emlékszik semmire, de a felesége még biztosan szereti őt. Igen, igen, ez valószínűleg így van. De mégis honnan tudta meg? Mióta tudja? Nemrég tudtuk meg, hogy van felesége. Túl sok időbe telne elmondani. Ezért utazott a Paraísóba, igaz? Gondolom, a felesége ott lakik. Biztos vagyok benne, hogy ahogy meglátta őt, rögtön a karjába kapta, és ahol érte, ott csókolta, simogatta. Én legalábbis ezt tettem volna a helyébe. Jaj, Anna Lucia. Most már értem, miért vagy annyira lelombozva mostanában. Majd beleőrültem a féltékenységbe, Maribel, majdnem meghaltam, mert szembe kellett néznem azzal, hogy Santiago nem az enyém, hanem azért a női, aki a kedves felesége. Minden megváltozik. Elveszítem őt. Örökre elveszítem őt, Maribel. Az lehet. Az lehet. Te pedig itt itatod az egereket. Ő meg persze biztosan remekül el van a felesége mellett.